Mintegy 1000 résztvevő érkezett szombaton a Debreceni Egyetemre, hogy a hipertóniáról, a diabéteszről, a kardiovaszkuláris betegségekről és számos korszerű kezelésről hallgassanak meg tudományos előadásokat. Sajnos ez népbetegség, a felnőtt lakosság 44%-át érinti a magas vérnyomás betegség, tehát az mondható el, hogy sajnos 3,5 millió honfitársunk hipertóniás. Ugyanakkor a másik oldalról, akár a nem gyógyszeres, akár a gyógyszeres kezelés kapcsán rengeteg újdonság van, rengeteg lehetőség van, tehát ha ez a probléma fennáll, akkor nagyon hatékonyan tudjuk kezelni. A kongresszus célja az, hogy gyakorlati jellegű továbbképzés nyújtson az érdeklődő családorvosok, belgyógyászok, gyógyszerészek számára, akik már közvetlenül az esemény után nagyobb szakértelemmel tudják folytatni munkájukat. A rendezvényen az előadások mellett a Kardió Napló nevű applikációt is bemutatták. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk most az otthoni vérnyomásmérésre, hogy a betegek magukat ellenőrizzék a vérnyomásukat, ezt megfelelő módon dokumentálják. Ugye a Magyar Hipertóniás Társaság kifejlesztett ezzel kapcsolatban most egy applikációt, amely segíti ennek a munkáját, és ezt az applikációban betöltött adatokat tudja a kezelőorvosnak megmutatni a beteg. A Magyar Hipertónia Társaság egy gyógyszergyár segítségével fejlesztette ki az applikációt, amivel használói rendszeresen tudják rögzíteni a vérnyomás értékeket, valamint hasznos tanácsokat is kapnak a magas vérnyomással és annak kezelésével kapcsolatosan.